a Szabolcsi Koncert Fúvó zenekar és Mazsaret csoport bemutatójával kezdődött a 47. Józsavárosi Napok rendezvény sorozat a szombat délután. A szervezők célja az volt, hogy újdonságokkal kiegészítve felidézzék a városrész régi hagyományait is. Azért, hogy ilyen élményekkel és érzésekkel távozzanak, 15 sátorral igyekeztük visszahozni a múltat a jelenbe. 15 sátorban többek között a Hungarikumhoz kapcsolódó termékek sorakoznak fel, és találkozhatunk olyan sátrakkal is, amelyek a mindennapi életünk informálódásához szükségesek. Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, a város országgyűlési képviselője is részt vett a Józsavárosi Napokon, ünnepi beszédében pedig azt is elmesélte, hogy ő is a Józsavárosban nőtt fel. Innen jártam uszodába, itt tanultam meg úszni, akkor még a 9-es számú általános iskolában, most az Arany János gimnáziumnak hívják, és nagyon-nagyon sok értéket és olyan dolgokat kaptam, amelyet mind-mind végig tudom vinni a munkáim során, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy én nyíregyházi vagyok és józsavárosi vagyok. És nagyon nagy örömmel érkeztem erre az eseményre, hiszen a gasztronómia, a kultúra, a művészet mellett megjelenik a sportprogram is. Tegnapi napon bizony sportolhattak is a fiatalok, és én azt nagyon jól tudom, hogy itt a Józsavárosban nagyon fontos az egészséges életmód népszerűsítése, és bizony azzal, hogy egészségesen étkezzünk, mellette mozogjon mindenki, ezzel már fél sikert tudunk elérni. Új szint, új tartalmat kapott a Józsavárosi Napok rendezvény az új programok által, a szervezéshez pedig Nyíregyháza polgármestere is gratulált. Akik ide jönnek hozzánk, nem nagyon értik, hogy hogy van az, hogy Nyíregyháza Koros, Nyíregyháza Borbánya, Sóstó, Sóstóhegy, az meg főleg, hogy van egy város a városban, Józsaváros. És ezt mindig elmondom, hogy ez a nyíregyházi hagyomány, hogy megtartjuk a városrészek elnevezéseit. Azért is könnyű ezt megtenni, mert nagyon erős közösségek vannak. Itt pedig ugye ez egy jubileumi év Józsavárosban, mert 50 évvel ezelőtt kezdték építeni elődeink azokat az épületeket, amikből létrejött ez a Józsaváros. A hungarikumok, az értékek és a sport volt a vezérfonala az idei Józsavárosi Napoknak. Az itt lakókat szombaton késő estig különböző színpadi programok is várták az Ungvár sétányon.